So I read some words from Marshall McLuhan. Állítólag egy nigériai, miután megnézett egy TV-western, élvezettel ezt mondta. Nem tudtam, hogy maguk itt nyugaton ilyen kevésre becsülik az életet. Ezt a megjegyzést ellensúlyozza az a mód, ahogy gyermekeink viselkednek, amikor TV-westernt néznek. Ha ellátjuk őket az új, kísérleti, fejreélesztető kamerával, amely követi a szemmozgásokat, miközben a képet nézik, kiderül, hogy a gyerekek a tévészínész arcán tartják a szemüket. Míg a fizikai erőszak idején is tekintetüket az arc reakciókra összpontosítják, s nem a kitörő akciókra. Pisztolyt, kést, öklöt és minden egyebet figyelmen kívül hagynak az arc kifejezés kedvéért. A tévé nem annyira az akció, mint inkább a reakció médiuma. Másik helyre. Jó. Na, jó, majd gránát. Mondjuk azt le kell rakni. Szépen lassan. Vagy valaki kiosztja. Úgy jön, te úgy lehet. Úgy lehet, nem? Akkor meg kell mutatni. Meg kell mutatni. Most egy lehet. Hol van itt? Kicsit kérsz. Nem. 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 Jellemző tünete egyébként, ami közte is megfigyelői, a megfigyelőt figyelő megfigyelt között lejátszódik. Mindenki úgy érzi, hogy figyeli, korunk embere megfigyelt ember, egyre kifinomultabb módszerekkel figyeli az állam, az ember pedig egyre elkeseredettebben igyekszik megszabadulni a megfigyeléstől, az állam pedig egyre gyanakóbb szemmel figyeli az embert és viszont. És épp így az egyik állam a másikat, miközben érzi, hogy őt is figyeli. És az ember még soha nem figyelte meg úgy a természetet, mint ma. Kinek a Most találjuk már. Kicsit mozog. Nem látszódom.
Nézd a kamerát! Nem voltál benne. Nem voltál benne. Én vagyok az utolsó. Érzem is, nehezen megy. Túl, hogy gerincet mentén fölmegy. Nem baj. Majdnem. Meggyőzött arról, hogy a C-csoportnak a természete az körülbelül ugyanolyan, mint az a leírás, amit a Jorge Luis Borges a Phoenix szekta címmel megírt. És először most ennek a rövid kis írásnak néhány részletét szeretném felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez rájuk teljesen illik. Miklósics egyik híres írásában egyenlőségjelet tett a Phoenix szekta tagjai és a cigányok közé. Chileben és Magyarországon is vannak cigányok, és vannak a Phoenix szektának is tagjai, de azon kívül, hogy mindenütt ott vannak, más hasonlóság nem igenben köztük. A cigányok lócsiszárok, kovácsok, szökkovácsok és tenyériósok, a szekta tagjai viszont a szabad foglalkozásokat kedvelik. A cigányok fizikai típust alkotnak, és titkos nyelvet beszélnek vagy beszéltek. A szekta tagjai a többi emberek közé begyűlnek, ezt az is bizonyítja, hogy soha nem üldözték őket.
A cigányok festői népség, és megihletik a rossz költőket, a szekta tagjai se románcokban, se színnyomatokon, se bolerókban nem szerepelnek. Nincs szent könyvük, mint a zsidóknak, amely összekötni őket, nincsenek közös emlékei, sem az a másik fajta emlékezés, a közös nyelv. Szét vannak szorva a földszínén, más is más a bőrük színe, mások az arconásai. Egyetlen dolog, ha titok egyesíti őket, és fogja egyesíteni még a világvilág. Valamikor a titkon kívül volt valami legendájuk is, talán egy világteremtés mítoszuk, de a felületes főnix emberek elfelejtették, és csak homályos emlék maradt bennük valami büntetésről. Valami büntetésről, szövetségről, vagy valamiféle kiváltságról, mert a változatok eltérnek egymástól, és alig sejlik ki belőlük egy Isten ítélete, amely örök életet biztosít az emberek egy csoportjának, ha tagjai generációkon keresztül betartják az előírt szertartásokat. Összegyűjtöttem az utazók értesüléseit, beszélgettem patriárkákkal és teológusokkal, tanúsíthatom, hogy a rítus fenntartása az egyetlen vallásos gyakorlat, amelyet a szekta tagjai folytatnak. A titok a rítus maga. Ez, mint mondtam, generációról generációra öröklődik, de szokás szerint nem az anyák tanítják meg rá a gyermekeiket, sem pedig a papok. A titokba való bevezetés a legalantasabb személyek feladata. A titok tanítóinak szerepét egy-egy rabszolga, leprás vagy koldus tölti be. Gyermekek is beavathatnak más gyermekeket. Maga a művelet egészen mindennapi, pillanatig tartó és leírást nem kíván. Kellékei, parafa, viasz vagy gumiarabikum. A liturgiában iszapról is szó van, ezt is szokták használni. Ennek a kultusznak nincs temploma, egy-egy rom, pince vagy pitvar szolgál áldozati helyül. A titok szent, mindamellett egy kisé nevetséges, a szertartás titkos és tiltott, és a beavatottak nem beszélnek róla. Megnevezésére nincsen megfelelő szó, de természetesen minden szó megnevezi, jobban mondva óvatatlan céloz rá, úgyhogy bármit mondtam beszélgetésünk során, a beavatottak elmosolyodtak, feszengeni kezdtek, mert úgy érezték, hogy érintem a titkot. Germán nyelvű irodalmakban vannak versek, melyeket a szekta tagjai írtak, és ezek névleges tárgya a tenger vagy az alkonyat, többször hallottam, hogy ezek a titok jelképei. Orbis terrarum est speculum ludi, mondja egy apokrif mondás, amelyet Dukange a glossáriumában beszél. Egyes híveket szent borzalom tart vissza az igen egyszerű rítus végrehajtásától, mások megvetik őket, de ők vetik meg magukat a legjobban. Ezzel szemben nagy tiszteletet élveznek azok, akik szakítanak a szokással, és közvetlen kapcsolatba lépnek az Istenséggel. Ezek ennek a kapcsolatnak a hangsúlyozására a liturgia formáját használják fel, így írta John of the Ruby. Tudja meg a kilenc égboltozat, hogy az Isten olyan elbájoló, mint a parafa és az iszap. A főnix sok hívének barátságát szerezte meg a három kontinensen. Tudom, hogy a titkot kezdetben jelentéktelennek, kínosnak, vulgárisnak, és ami a legkülönösebb, de hihetetlen megtartották. Nem hitték, hogy atyáik lealacsonyodhattak ettől a mesterkedéshez. És különös módon a titok mégsem veszett el az idők során, a föld viszontagságai, a háborúk, a népvándorlások sem akadályozták meg, hogy eljusson iszonyú erővel minden hívőhöz. Van, aki habozás nélkül kijelentett, hogy a titok vérévé vált.